este futni, arany éjszakába futni velem. A földre bukni, és az égre nézni fel. Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy ezt én sodorja el? Akarsz-e együtt ülni házat küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom? Akarsz-e bújni, velem összebújni szórtereken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben? A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeneket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem? Akarsz-e együtt ülni házat küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hívni, ahogy én akarom? A Maldív-szigeteken töltötték mézes hetüket Chase-iék. Az énekesnő még tavaly augusztusban mondta ki a boldogító igent párjának, Szabó Lászlónak, azonban a Nászútra csak most került sor. Vendégeink a stúdióban Chase és Szabó László, jó reggelt! Jó reggelt! Szépen. Szép színetek van. Bár ugye mondtad, hogy nagyon óvtátok a bőrötöket. Igen, hát elég fehérbőrű vagyok, és nem szerettem volna első nap leégni és utána bent ülni a szobába, úgyhogy nagyon odafigyeltünk. Voltak rákvörös emberek a parton, meg a repülőtéren is, úgyhogy szerintem jól döntöttünk. Miért pont Maldív-szigetek? Én meg tudom érteni, soha nem voltam még, de annyira vágyom, hogy egyszer eljussak oda. Neked nem lesz szimpatikus, mert képzeld el, nincsenek kutyák. Hosszútalan állatnak tartják a kutyákat. Akkor nem megy. Kettő macskát láttunk a szigeten. Igen, slusszpaszt, ennyi volt. Hát gyönyörű. Nekem ez régi álmom volt, hogy oda jussak. Egy gyerekkori barátnőm volt, ott láttam fotókat még 10 éve ezelőtt, és akkor mondtam, hogy hát ide el kell menni. Viszont nagyon nagy gond volt, hogy melyikre menjünk, mert 1192 sziget volt. És ez hosszú idő volt, legalább fél év, míg eldöntöttük, hogy melyikre érkezzünk. Végül teljesen mindegy, hogy melyiket választjuk, az a csoda, az ott egy valódi paradicsom. Maga a repülőtér az körülbelül, hát, vagy az a sziget, amelyiken a repülőtér van, hát az körülbelül kétszer akkora, mint maga a repülőtér kifutó pályája. És akkor úgy vége, tehát nagyon pontosan odaérkeznek a gépek, megállnak. És akkor ez a tipikus bungalló közel a tengerparthoz, vagy hogy képzeljük? A parton volt, igen, egy házat béreltünk, és mennyi volt, 15 lépés, 20? Szegények. Mondjuk apám volt akkor, lehet, hogy volt 25, de... Nekem 10, nagyobb a kapnék. Mit szóltatok, mikor először megláttátok ezt a tájat? Azt, hogy nem fogom elérni az épületet, mert a repülőgépből ki, az 35 fok, páratartalom 75%. Igen, és soha kaptál itt a térből. Lépcsőn, ahogy megy le az ember, hát itt 0 fok, ugye? Lépcsőn megy le az ember, és látja az épületet, hogy ott van, és valószínűleg nem fogunk odaérni, de sikerült. Csak azért, ez annyira mesevilág, én egyszer igen. voltam egy ilyen helyen, és emlékszem, hogy sírva fakadtam, mert nem hittem el, hogy kerülök én meg ebbe is. Bele. Amint megérkeztünk, ott láttam a könnyeket a szemében, hogy ez valóban az álom, hogy ezt akarta. Tényleg egy mesevilág volt, annyira teljesen más, mint amit itt megszokunk, tehát ez a rohanás, de tényleg ott meg kell állni, ott odafigyelsz, a jobban összhangban vagy szerintem a természettel is, tényleg nincs autó, nincs bicikli, nincs motorbicikli. Két van, motor és bicikli. Hajók vannak, repülő van, hidroplánok vannak, emiatt aztán az egész környezet egy leszállópálya a hidroplánoknak. Mindent lehet csinálni, úszni. Jókat ettetek? Azt hittem fehérjemérgezésem lesz ugye két után, mert tehát én imádom a tengeri dolgokat, és utána együnk mást, mert ebből már nem jövünk jól. Nagyon jókat ettünk. Nem kell odafigyelni a korszerű táplálkozásra, mert saláta, fehérje, gyümölcs. Tehát, hogyha valaki éppen az elválasztó diétánál tart, akkor délelőtt... Vagy rendbe akarja hozni az emésztését. Délelőtt gyümölcs, délután saláta, fehérjével. Mennyi ideig voltatok?
11 napot voltunk. Kellett volna még, nem? De kellett volna. Jó volt hazajönni. Tényleg? Igen. Én nagyon szeretek itthon élni, és nekem ez pont határeset volt. 11 állat van otthon nálunk, tehát 4 kutya, 7 macska. Mennyi idő után hiányoznak? A szijámi megőszült az arca, képzeld el, 2 hét alatt. 2 hét alatt, ez döbbenet. Igen, hihetetlen, hogy mennyire kötődnek, de nagyon jó ember vigyázott rá, úgyhogy nyugodt voltam. De te már az első nap mondtad, gondolom, Lacinak, hogy most már azért hazamennél az állattak állíthoznak. Nagyon nagy gond volt, mert idáig akárhány alkalommal mozdultunk ki otthonról, néhány óránál tovább nem tudott a pihenésre koncentrálni. Állandóan az állatok, tehát 4 kutya, 7 macska, az bizony az egyik be, ki, és milyen ritmus szerint, és kinek, mi, mikor, hogy hogyan. Ez meglehetősen egy precíz logisztika. Most ez azt jelentette, hogy az ember, aki vele van, az úgy fölöslegesnek érzi magát, hiszen távolról organizálja az otthoni logisztikát. Azt jelentette, hogy én nagyon vártam arra, hogy elmenjünk nagyon messzire. Ő ott ki tudott kapcsolódni, de ott most végre azt ismerte meg, akit szerettem volna, aki pihenés közben. Aki képes pihenni. Igen. Munkában el tudtatok szakadni ennyi időre? Ő dolgozott. Én napi 1-2 órát dolgoztam. Skype-on bekapcsolták a cégnél, kivetítőn is akkor sorba. Hihetetlen, mert már egyszer beszélgettünk arról, hogy mennyit dolgozik, és akkor ott is, tehát na állj, tehát azt mondod, hogy végre a Chase-i pihent, és végre úgy láttad, hát ő miért nem láthat így téged? Nagyon fontos, hogy Romániában a cégeinknél egy 10 éves évforduló van ezen a hétvégén. Ott, ami termékeket gyártunk, maga a cég 10 éves, és ez egy nagyon nagy ünnep. Erre nem lehetett nem legalább 1-2 órát készülni. Nagyon sok ember közepette, én is egyként dolgozgattam. És hétfő óta, vasárnap érkeztünk haza, és hétfő óta olyan tempót diktál, hogy mondtam neki, hogy az összes, amit megspóroltunk energiát, hogy feltöltöttünk, azt mondta, hogy szétcsapta így 4 nap alatt. Megmondom, az utazás előtt is már ez történt, ugye, hogy igen, felkészüljön igen, az igen, utazásra igen, magára. De nagyon jó volt, és tényleg nagyon sokat pihentünk, tényleg úsztunk, sétáltunk, edzettünk, sétáltunk, pihentünk, tehát tényleg nagyon jó volt. Annyira jó rátok nézni, mennyi ideje vagytok ti együtt? 4 éve. És még mindig szerelmesek vagytok, és az látszik, hogy szerelmesek vagytok. Tudtátok azonnal, hogy megvan az igazi? Nem. Én nagyon érdekes, eddig mindig első látásra szerelem volt. Kétszer ugye két kapcsolatom volt előtte. És ő volt az egyetlen, akinek nem így volt. Hanem másképp, és mégis ő lett a férjem. Milyen érdekes, hogy egymásba szeretünk. Szép, igen. Igen. A másik oldalt is meghallgattam. Igen, de. Nekem első. Az örök és mindig. Nekem a hangja azonnal eltalált, és akkor utána kerestem ki a hangtulajdonosa. A tulajdonos. Igen. Igen. Nem ismert. És akkor utána nem csak a hangtulajdonosát ismertem meg, hanem azt is, aki a nagymamának segít, aki rendbe tartja a házat, aki fellép. Hát az igazi társ. Aki nő, aki... Is, hát látom, ezt tudnád sorolni egy napig. Köszönjük szépen. Nagyon kedves. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük.